Önkéntes munka, adományozók. Megújult a gyermeknéka játszótere. Márk Tamás díj Erdély Dánielnek. Kiosztották a Pécsváros Fiatal Tehetsége díjat. Októberben kezdődik a versenyszezon a fogyatékkal élőknek. 10 sportágban mérik összetudásukat. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják szeptember 8-án pénteken. Tartsanak velünk! Játszótér újulhat meg közösségi összefogásnak köszönhetően. Az Eurakvilló Gyermekonkológia és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány és adományozóik, valamint önkéntes munka segítségével renoválják a pécsi gyermeknéka udvarán található játszóteret. Az onkológiai beteg gyermekeknek ez különösen fontos, hiszen ők a kezelésük alatt nem mehetnek közjátszótérre. Az utóbbi több mint fél évtizedben az időjárás miatt nagyon megromlott a játszótér állaga, ezért szervezte meg az Eurakvilló Alapítvány a felújítási munkát. Több cég ajánlott fel pénzt, de a valóságos munka is összefogás révén jött létre. Ez a játszótér igazából azért fontos, mert nem csak azoknak a gyerekeknek nyújt kikapcsolódást, akik egy röntgenre vagy egy rövidebb orvosi ellátásra érkeznek, hanem hosszú hónapok alatti kezelés során tudnak felüdülni. És ami nagyon fontos, hogy nem csak a gyerekeknek szól ez a hely, hanem a szülők számára is. Ez egy bizony egy-egy kiborító nap után ez egy elég megnyugvó pont tud lenni az ember életében, és ezért is fontos, hogy ezt a játszóteret összerakjuk és felújítsuk. Elég nagy a botlásveszély. Ez az a játszótér, amely még 2011 őszén a gyermekléka udvarán épült meg. A kis betegeknek pedig nagyon fontos, hogy ki tudjanak menni a szabadba, de közben felügyelet alatt is legyenek. Számos alkalommal van, hogy nem csak egy gondozása vagy egy szakrendelésre jönnek, és közben kell várakozniuk, hanem van úgy, hogy tartósabban itt kell lenniük a klinikán, és ebben az esetben meg nyilván nem mehetnek el máshova, és hiába van itt a köztársasági tér, és ott az ott kialakított játszótér egészen közel, de mégis hát oda nem mehetnek ki egy csomó alkalom, és hogyha csak ki tudnak szabadulni egy picikét, akkor ez nekik nagyon-nagyon fontos tud lenni. A munkát szívesen vállalták a közösségi jótékony akciók támogatásában lelkes Lafarge cementgyár dolgozói is. Csiszolás, festés, különböző elemek megerősítése, de még a talajtakaró is újjá lesz, mely a csúszdák mászókák alá feltétlenül szükséges. Az Eurakvilló Gyermekonkológia és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány szervezésében több támogató segítségével épült meg eredetileg a játszótér. Újítással példaértékűvé váltak a kertvárosiak, írja a Pécsma. A Krisztina téri 10 emeletes lakói ugyanis úgy döntöttek, nem napelemet, hanem szélturbinát vásárolnak. A 6 méter magas turbina eddig csak cégek és önkormányzatok figyelmét keltette fel. Az országban elsőként Pécset mertek belevágni a panelre szerelt szélerőműbe a lakók. Egy éve építették fel a 10 emeletes tetejére azt a forgógenerátort, amelynek most fejeződött be a tesztüzeme. Az elmúlt időszak eredményei alapján lehet, hogy bővítik a mini erőművet, mert annyi áramot tud termelni a háznak, hogy megérni a fejlesztés. A szerkezetnek a szélerőségtől függően változik a teljesítménye, de ennek a pécsi panelnek bőven fedezi a lift és a közös helyiségek villanyszámláját. Ha pedig többletet termel, akkor azt az áramszolgáltató felvásárolja, így pénzhez is jutnak. A Krisztina téri házban 42 lakás gazdálkodta ki a szélerőmű árát, ami 3 millió forint volt. De ha minden jól megy, akkor 8 éven belül visszahozza az árát, sőt pénzt is hozhat a lakóknak a különleges szerkezet. Fontos mérföldkövéhez érkezett a Pécsre tervezett sportközpont és akvapark kialakítása. Elkészült az építészeti vázlatterv, és ezzel párhuzamosan több a hatalmas beruházáshoz elengedhetetlen előkészítő munka is folyik, írja a Pécsma. A mostani tervek szerint a beruházás egyik fő létesítménye a 4000 néző befogadására alkalmas sportcsarnok, a megfelelő edzőtermekkel és kiszolgáló helységekkel, a fedett sportuszoda egy 50x25 méteres versenymedencével,
egy nagyméretű tammedencével, gyermekvilággal és egyéb élményelemekkel. A legnagyobb területet és legtöbb attrakciót magába foglaló szabadtéri akvapark, ahol egy további 50 méteres medence, egy hatalmas csúszdapark és számos további vízi és szárazföldi kikapcsolódásra, sportolásra alkalmas elem várja majd nem csak a pécsieket, a régió polgárait és a sportolóit. Csizé Péter országgyűlési képviselő leszögezte, komoly feladat a források megszerzése is a kormánytól. Éppen ezért minden erejükkel arra összpontosítanak, hogy a szükséges anyagi hátteret is megteremtsék a kormányzat segítségével. Erdélyi Dániel kapta a Márk Tamás díjat. Erdélyi Dániel a zeneművészet terén elért sikerei kivételes zenei tehetsége, továbbá a karvezetés és előadó művészet területén elért országos és nemzetközi eredményeinek elismeréseként érdemelte ki a díjat. A kitüntetést Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, Őri László Pécs alpolgármestere és Lovász István Pécs jegyzője adta át a Kodály Központban csütörtökön este a Pannonfilharmonikusok évadnyitó koncertje előtt. Erdélyi a Magyar Állami Operaház zenei asszisztense és karmestere, mostantól a Pécsváros Fiatal Tehetsége díj, azaz a Márk Tamás díj birtokosa. Pécsiként külön öröm számomra, hogy Pécsváros önkormányzata méltónak talált engem arra, hogy egy ilyen díjban kitüntessen. Nem mondanám azt, hogy a díjak határozzák meg az életemet, ez sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy jól végezzem a mindennapi munkámat, muzsikálja, és tényleg magas színvonalon tudjon elvégezni azokat a feladatokat, amik szembe jönnek, illetve amikkel megbíznak. Egy hét múlva, szeptember 15-én kezdődik a 11. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. A témában vendégem Vince Balázs, a tánctalálkozó alapítója és művészeti vezetője, akit nagy szeretettel köszöntök itt a Pont Ma stúdiójában. Ez a tánctalálkozó nemzetköziségét illetően mit jelent? Milyen külföldi társulatok vagy művészek is érkeznek a hazai neveseken kívül? Hát ezt mindig ugye volt olyan év, amikor el is vicceltük, még azt hiszem itt voltam a stúdióba, hogy volt olyan időszak gyakorlatilag, amikor nem volt arra lehetőség, hogy nemzetközi együtteseket, táncművészeket meghívjuk, és akkor gyakorlatilag a zeneszerzők, amelyek megszólaltak a tánctalálkozó alatt, a táncelőadások zenéi, akkor erre hivatkoztam. Hát ugye gyakorlatilag ezt az LKF, a 2010-es LKF év hívta életre ezt a tánctalálkozót. Felvezető években ugye a költségvetés megvolt, aztán ez teljesen megszűnt, de hála Istennek a szakma és az a felvezető évek annyira meg tudták mutatni, és érzékeltetni, hogy szükség van Magyarországon gyakorlatilag ebben a régióban is egy tánctalálkozóra, hogy kialakult. Ma is egyébként alapvetően azért szerény a költségvetésünk, de mindig próbálunk. Hát most gyakorlatilag a nemzetköziség az szeptember 18-án a Kodály Központban este 7 órakor lesz látható, és gyorsan felolvasom. Én azt látom a pécsi közönségnek, hiszen a repertoárt is azért a közönséghez mérten állítom össze. Azt gondolom, hogy őket tekintetben a legfontosabb, és a balettgálákat nagyon szeretik. Változatos színe, sokfajta táncművés, sokfajta padödőt, sokfajta mozgásvilágot láthatnak, és föl is sorolnám körülbelül, azt mondja, hogy itt lesz az ÉSZT nemzeti balett, a győri balett, a lett nemzeti balett, a magyar nemzeti balett, a pilzeni balett, a román nemzeti balett, a linci balett, a stuttgarti balett, szóval, hogy elég szép és neves, és gyakorlatilag ezek a szólisták, ezeknél az együtteseknél gyakorlatilag az első számú szólisták, nagyon tehetségesek, nagyon ügyesek, lesznek modern padödök, de nagy rész klasszikus, spiccipős, klasszikus padödöket láthat majd a közönség. Magyarok közül szegedi balett, győri balett társulata érkezik? Igen. A gálára, vagy egyébként a tánctalálkozóra? Összességében részt vesznek-e, igen, egyáltalán? Összességében igen, a győri balett hozza el most a Rómeó és Júliáját. Erről igazából annyit kell tudni, hogy Vámos György, aki nagyon sokáig a Düsseldorfi
balettnak volt az igazgatója, és Európában is egy nagyon elismert koreográfus, ő készítette a Győri Balett számára. Egyébként Vámos Györgynek itt van Pécs mellett kis tanyája, és hát mi is sokszor összejárunk beszélgetni, amikor hazajön, akkor Magyarországon belül is itt él Pécs mellett, az ő koreográfiáját lehet látni. De egyébként igen, azt gondolom, hogy felsorolni mindenkit nem is lehet, és hát egyébként ez egy szűk szakma, a közönség már ismeri azért azokat az együtteseket, akik eljönnek, és szereti is. És talán ami a legfontosabb, hogy ez a tánctalálkozónak nagyon jó az időzítése, mert ebben az időszakban készülnek el az új koreográfiák, az új darabok az együtteseknél, és gyakorlatilag a legújabb darabokat, a legújabb előadásokat hozzák le a pécsieknek. Innentől kezdve ugye indul az évad, és a pécsiek szinte elsőként találkozhatnak a magyarországi táncegyütteseknek az új produkcióival. A Pécsi Balett mivel készül? A Pécsi Balett Shakespeare Makrancos Hölgy című darabjával készül. Én Földi Bélát, a Budapest Táncszínháznak a művészeti vezetőjét, koreográfusát kértem föl. Egyébként ebben az évben a Földi Béla lett az évad koreográfusa is, a Magyar Táncművészet őt választotta. Ami ennek érdekesség, ugye én ebben az évben kaptam meg a Seregi díjat, és hát Magyarországon gyakorlatilag a Magyar Állami Operaházban lehetett csak látni Shakespeare Makrancos Katáját, ott ugye Seregi László Makrancos Katának hívta, mi Makrancos Hölgynek neveztük, de gyakorlatilag a Shakespeare-i történet nyomán kell életre a színpadon az előadás, és annyi, hogy vidéki együttes gyakorlatilag ezt a darabot nem csinálta meg. Mi úgy éreztük, hogy most ugye az önállóság kapcsán is valami különlegességgel, valami mással rukkoljunk elő. Ez szeptember 15-én lesz látható a Pécsi Nemzeti Színházban este 7 órakor. Összességében hány helyszínen találkozhat a közönség, és melyek ezek a helyszínek? Igen, 6 helyszínen lesz a tánc találkozó, és 6 helyszínen tudják megmutatni az együttesek magukat. Pécsi Nemzeti Színház, Kodály Központ, E78, Cella Szeptióra, Művészetek és Irodalom Háza és Színháztér. Ez a 6 helyszín. Ugye ez azért is izgalmas, mert a táncműfajában nagyon sokfajta előadás jön létre, és ezeknek sokkal jobbat tesz sokszor egy darabnak, amikor nem nagy helyszínen van, hanem egy kis térben helyezkedik el, és ezért egyébként ez a színes paletta, hogy ilyen sok helyen lépnek fel az együttesek, mert megpróbáltuk azt a darabot a legjobb helyre adaptálni, hogy a legjobban gyakorlatilag a közönségnek át tudjanak jönni ezek az előadások. A programok belépőjegyesek, vagy esetleg akad olyan, amelyiket ingyenesen is megtekinthetünk? A színház téren ingyenesek a programok, de az összes többi gyakorlatilag fizetős jegyes előadás. De helyszíneken lehet megvenni, vagy előre is esetleg? Helyszíneken meg lehet venni, de a legegyszerűbb a belvárosba, a Pécsi Nemzeti Színháznak a jegypénztárába, talán ott arra mindenki egy nap valami miatt, valami ügyintézés, vagy bármi folytán a belvárosba bemegy, ott a legegyszerűbb, de a többi helyszínen is lehet jegyeket vásárolni. Tehát akkor szeptember 15-től 21-ig 7 napon át 11. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Az aktuális pollenjelentések szerint hazánkban az idei esztendő 32. hetétől, tehát augusztus közepétől jelentősen megemelkedett az allergén növények virágporának koncentrációja a levegőben, amelyből a legnagyobb részesedést a parlagfű pollenje teszi ki. Pécs is azon városok közé tartozik, amelyekben magas a levegő pollen koncentrációja, de Baranya megye más körzeteiben, városokban és településeken sem különb a helyzet. Ugyanaz elmúlt napok bőséges csapadékot hozó idő
időjárása következtében csökkent az allergén pollenek jelenléte a levegőben, a szeptember második felére, október elejére prognosztizált vénasszonyok nyara még tartogathat kellemetlen napokat az allergiások számára. Enyhülésre igazából csak az őszi hidegek beköszöntével lehet számítani, október végétől, november első heteitől. A Dunántúli Postás Sportegyesület szeptember 9-én szombaton 9. alkalommal rendezi meg Pécsett a Fuss a rákgyógyításért karitatív futónapot. A rajt és a cél a Széchenyi téren lesz. A szervezők reményei szerint idén is megtelik a város főtere a segítő szándékú futókkal, akik a történelmi belvárosban akár futva, kocogva vagy sétálva is teljesíthetik a távot, hiszen nem az eredmény, hanem a részvétel a fontos. Szombaton délelőtt 9 órától lehet regisztrálni a futásra, a nevezési díj egységesen 1000 forint. A befolyt összeget a pécsi székhelyű nőgyógyászati daganatos betegekért alapítvány számára utalják majd át a rendezők. A rendezvény részletes programja, illetve a nevezéssel kapcsolatos további információk az egyesület honlapján találhatók. Októberben az atlétikával kezdődik a fogyatékkal élő fiatalok részére a diákolimpiai küzdelem. A Város és Fogyatékkal Élők Baranya megyei Sportszövetsége összefogásának köszönhetően 10 sportágban mérhetik össze tudásukat ebben a tanévben a gyerekek. Idén egy országos döntőt is rendez a város, ez a középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek zsinórlabda diákolimpiai döntője. Korábban csak 4 tusa versenyt rendeztek a fogyatékkal élőknek, jelenleg 16 tagszervezettel, 32 önkéntessel 10 sportágban tevékenykedik a Fogyatékkal Élők Baranya megyei Sportszövetsége. A szövetség és a város 3 éves együttműködési megállapodásának köszönhetően a diák és szabadidősport versenyeket ebben a tanévben is integráltá tudják tenni a városban. 2 új olyan szabadidő jellegű rendezvényünk lesz, ami új. Az egyik részt veszünk a Orfűn megrendezendő akadálymentes turizmus napján, a másik pedig szeretnénk a testnevelő tanárainkat és a segítőinket bevonni, és a pedagógus nap környékén nekik egy ilyen sportos napot szervezni. Nem csak gyerekeknek, hanem fogyatékkal élő felnőtteknek is rendeznek idén is integrált versenyeket. Az egyetemmel kötött együttműködési megállapodás értelmében a testnevelés és sportszervező szakos hallgatók segítenek a versenyek rendezésében, lebonyolításában. A szezonnyitó akár csak az épp fiataloknál az atlétika lesz. Október első csütörtökén lesz a Várkői pályán egy atlétikai versenyünk, és ez a szezonnyitó. Ezt követi október 12-én Komlón a sportnap, ahol 4 sportágba, 3 szabadidős sportágba és a labdarúgásba fognak sportolni a gyerekek. Idén egy országos döntőt is rendez a város, ez a középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek zsinórlabda diákolimpiai döntője. A verseny márciusban lesz az ANK-ban. Híradónk végén főbb témáink következnek egy-egy mondatban. Önkéntes munka, adományozók. Megújult a gyermekléka játszótere. Márk Tamás díj Erdélyi Dánielnek. Kiosztották a Pécsváros fiatal tehetsége díjat. Októberben kezdődik a versenyszezon a fogyatékkal élőknek. 10 sportágban mérik össze tudásukat. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!